it, frat boys and shit. Hey dog, I heard you got those trees. Wait dog, you can't possibly be even 13. What you doing open this late? Ain't got no older brothers to hold you in place. Yeah, I know. Szóval kezdődik közben a pakolás. Itt az utazáshoz. A videómat, hopp, ezt nem így akartam. Na, így akartam visszarakni. Szóval valószínűleg a videómat ezen a telón fogom összevágni, ugyanis extra kijelzője van, és be is szeretném tesztelni, viszont a videó nagy részét pedig ezzel a telefonnal fogom felvenni. Kíváncsi vagyok, hogy vlogolás céljából hogyan működik. Na csá! Csúmés! Itt vagyunk Darmstadtban! Mondta kicsit meglepődve Zoli! Bizonyám, egy egész jó kis skateparkot sikerült útközbe kifognunk, és 10 óra utazás után megálltunk egy picit bicózni. Volt az 12 is? Hát, 12 volt, igen. Boxline, Rezi, Street, minden, ami kell igazából. Utána úgy döntöttünk, hogy itt megpihenünk az éjszakára, és holnap folytatjuk az utat, de addig szépen, ésszel, óvatosan BMX-ezünk egy picit. Ő itt Kristóf. Kristóf nagyon szeret vászpörgetni. Próbáljuk megszokni itt az ugratót, megszokni a kamerát, hogy hogyan működik az új S22 Plus-ban, mert hát ezt az egész videót elterveztem, hogy akkor a Samsung S22 Plus-szal fogom felvenni, tök ez egy portré videó mód. Én nyilván nem látom, hogy most el a hátteret, de tesztelgettem már a kameráját, és nekem nagyon tetszett. Szóval amit látok, felvételek, az minden ebben a videóban a Samsung telefonon. Szóval beteszteltük a portré módot, a lassítás módot, a szél- és látószögű módot. Ma azt kell megállapítanom, hogy a BMX-ezés az egyik legjobb sport, amit telefon, kamera tesztelésre lehetett választanom. Szóval hát tudtam 12 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem, hogy mit kell csinálni. Viszont már megy le a nap, a legjobbak a látásviszonyok. Pihennünk is kell, hiszen holnap korán indulunk útnak, hogy Franciaországba odaérjünk. Szóval ennyi volt a mai session. Nagyon jó volt, jó pálya, jó a teló, jó lesz az alvás. Na csúmé! A drónos klipek, a repülős, az nem ezzel készült. Közben pedig megérkeztünk Le Havre-ba, azaz... Le Havre. Tehát... Le Havre. Ba. És megnéztük már a pályát is közben. Kendeit próbál egykerekezgetni. Nagyon kevés gyakorlásunk lesz a verseny előtt. A mai nap pénteken
lesz egy 45 perces szabad gyakorlás, szabad edzés, a verseny előtt lesz egy 10 perc a pályán menni, valamint ha esetleg úgy adja és bejutunk a döntőbe, akkor egy 5 perc gyakorlás összesen, tehát az nem túl sok, de hát profinak kell lenni, így kell versenyezni, és nem egész nap gyakorolgatni a pályán. Hello! Hogy tetszik a pálya? Hát egész jó. Egész jó? Egész. De te múlt héten, vagy múlt hét előtt bicóztál egy egészen hasonlón? Igen. És az hogy ment? Jól. Első lettél? Aha. Szóval így néz ki a pálya, ezen fogunk versenyezni. Van egy spine, egy ilyen fura vulkán, egy nagy box transferrel, meg jó sok negyedéves vert fal, de majd a versenykörökben úgyis látni fogjátok, hogy a gyakorláson, amiket majd megmutatok. Viszont, hogyha átnézzünk a túloldalra, akkor itt pedig egy egészen extra kis betonpálya van. Szóval lent a tengerparton tök jó feeling az, hogy egy ilyen kis fesztivált csinálnak. Itt nyomják gördeszkások, BMX-esek, kempingesek és elektromos rolleresek is egyaránt. Szóval majd mutatom, hogy miket sikerül összehozni a gyakorláson abban a 45 percben. Ennyi? Milyen gyönyörű a táj. Szépek a fák. Ó! Oh, cső! Hát te? Én csak itt. Vigyázz! Bocsánat, néni! A fák is gyönyörűek. Talán ezek a tűlevelesek a kedvenceim mindközül. Micsoda? Fákon kívül még az építészet is egyébként nagyon tetszik nekem Franciaországon belül. Jaj! Jézusom! Mi ez itt? Lement közben a selejtező, sajnos a selejtezőn két körbe kettő számított, és én az egyik trükkömet elrontottam, amiért egy kicsit ideges is voltam, hogy bekerülök-e, viszont ötödikként jutottam be a döntőbe, aminek azért igazából egészen meglepődtem és elégedett voltam, de jött a következő nap, mutatom, hogy milyen versenykört sikerült összeraknom, ahol a kettőből egy számított a döntőbe. Sikerült egy harmadik helyezést elérnem, amire egyáltalán nem számítottam, és picit szomorú is voltam, hogy a második körömben, ami az erősebbnek számított, nem jött össze az utolsó trükk, a flare vász pörgetés. Megint az utolsó trükköt, az utolsó másodpercben elrontottam, viszont most azért nem vagyok csalódott, mert az első körben úgy terveztem, hogy ha az megvan, akkor csinálok egy ilyen bevállalós kört, és hogyha bejön, bejön, ha nem, nem, és ez nem egy biztonsági kör volt a második. Sajnos nem jött össze, viszont az első körömmel sikerült elhoznom a harmadik helyet, és nagyon boldog vagyok, hogy az első komolyabb visszatérős nemzetközi versenyemen, tehát, hogy az első komolyabb visszatérős nemzetközi versenyemen
sikerült dobogós helyezést elérnem, viszont innen pedig megyünk most tovább Hollandiába, ugyanis jövő hétvégén Rotterdamban lesz egy ugyanígy C1-es verseny. Tartsatok velünk, vissza kell rázódnom ehhez a YouTube-ozáshoz, megdolgozáshoz. Szóval, találkozunk a következő videóban, és a következő versenyről fogok nektek beszámoló videót hozni. Csúmi!